Karcagváros önkormányzatával együttműködve Püspök Lalány is meghirdette a legszebb konyhakertek elnevezésű programot, melynek keretében olyan házigazdálkodók jelentkezését várják, akik saját környezetükben, udvarukon, telkükön, a lakóházuk környékén kertet alakítottak ki, művelik és büszkék is rá, mert olyan, amit jó szívvel lehet megmutatni másoknak. A napokban Karcagra látogatott Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, aki a kezdeményezés élére állt. Egy szép konyhakert nem csak szemedgyönyörködtető látvány, de a zöldségek, gyümölcsök, amiket ott meg lehet termelni, a család étrendjét is változatossá teszik, finomak és egészségesek. Tudjuk, hogy mit eszünk, amit mi termeltünk. Ezeket a növényeket mi gondozzuk, figyeljük azt, hogy hogy fejlődnek, milyen a termésük, és így tovább. Tehát ez egy szemedgyönyörködtető és hasznos elfoglaltság. És az elmúlt két évben a minisztériumunk részéről nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a helyben megtermelt élelmiszer legyen a magyar emberek asztalán, minél többen vegyék művelésbe a kertjeiket, az udvarokat, azokat a területeket, amelyeket korábban fölástak, kapáltak, szántottak, vetettek, de az elmúlt években fölhagytak ezeknek a művelésével. Én örülök annak, hogy Karcagról indul egy ilyen mozgalom, a legszebb konyhakertet ki lehet választani. Én kérem azt, hogy legyenek minél többen, akik beneveznek erre. Tulajdonképpen ez egy ötletes és szellemes vetélkedés, ahol mindenki nyertes. Hozzátéve az persze, hogy akik az első helyeket el tudják érni, gondosan művelve a kertet, odafigyeléssel, azok részére szerény, de biztató jutalmakat is szeretnének a szervezők így célként kitűzni. De a legfontosabb az, hogy a ház körül rend legyen, olyan konyhakertjeink legyenek, amelyekre korábban a falusi vidéki emberek mindig büszkék voltak, kinek termett a legtöbb paradicsom, milyen szép káposzta vagy krumpli termet. És ez a kellemesnek a hasznossal való összekapcsolását is jelenti. És én örülök annak, hogy Püspök Ladány, és hát remélem, hogy más települések is csatlakoznak ehhez a elképzeléshez, ehhez a mozgalomhoz. Saját magunkon segítünk egy nehéz válsággal terhelt időszakban akkor, hogyha megragadjuk az önfenntartásnak ezeket a szerény lehetőségeit. És jól tudjuk, hogy aki odafigyel, aki tud gazdálkodni, az ezt eredményesen meg tudja tenni. A családi kasszának is megtakarítást tud elérni, és egyfajta közösség formáló erővel is rendelkezik, hiszen sok helyen vannak kertbarátkörök, kertészeti egyesületek. Ez is egy olyan szakmai közeg és közösség lehet, amely a hasznos elfoglaltságon túl az adott települések a társadalmi életében is színfolt és komoly szerepet tölthet be. Úgyhogy ezért is gratulálok a kezdeményezéshez és a csatlakozáshoz egyaránt. Magyarországon nagyon fontos, hogy valamennyi lehetőséget megragadjunk arra, hogy értéket teremtsünk, hogy a munkanélküliség, az alacsony jövedelem, a világgazdasági válság viszonyai között is megpróbáljunk a saját lábunkra állni. Ezért hasznos a Start munkaprogram is, mert visszavezet a munka világába olyan embereket, akik onnan már kikerültek. Nem könnyű ez, nem könnyű korán felkelni, elmenni munkába azoknak, akik már ebből az életmódból kiestek. De fontos, hogy a közbeszéd erről szóljon, fontos, hogy az önkormányzatok és a szereplők is az érintettek magukénak érezzék, és fokozatosan egyre hatékonyabb munkával tegyünk le a közösség asztalára egészséges élelmiszereket, hangsúlyozta miniszter úr. Magyarországon én vallom, hogyha néhány millióan visszaállnánk arra, ami korábban jellemző volt, hogy magunk körül minden négyzetmétert megműveltünk és termeltünk, akkor nem lenne ennyi import. Nem érné meg behozni az import termékeket, mert mi magunk el tudnánk látni a lakosságot is és a családot is. Ezért is fontos a Start munkaprogram, amely igazából az elejénél tart, nem állt még be, az több év kell, hogy a teljes hasznát megítélhessük. De az biztos, hogy az első lépéseket megtettük, jó irányba megyünk. Ez ahhoz képest, hogy korábban nem volt ilyen gondolkodás. A segélyeknek a kifizetése úgy történt, hogy nem volt a túloldalon semmilyen teljesítmény, egy gyökeres szakítást jelent, egy más szemléletmódot. Az, hogy igenis a becsületes munkával kell megtermelnünk azt, amire szükségünk van, ellátnunk a családunkat. Ez egy felelősségteljes dolog, és én örülök annak, hogy az önkormányzatok vállalják ezt a felelősséget.
hosszú távú elképzeléseink vannak arra, hogy a foglalkoztatottak számát növeljük, és hogy az önfoglalkoztatás, ami szintén egy jelentős dolog, az őstermelés, a családi gazdálkodás is erősödjön. Ezek egy összefüggő világképnek a része, és ennek megfelelőek a lépések is, hiszen ha megnézzük, a gazdapiacok folyamatosan nyílnak, helyi értékesítés, helyi feldolgozás, a gazdák elkezdtek húsárokat készíteni, lekvárokat, tésztaféléket, savanyúságot visznek a piacra, közvetlenül nem felvásárlók veszik meg az alapanyagot, hanem a gazdák saját maguk tudják feldolgozni. Ez egy hosszú folyamat, évek is kellenek arra, hogy ez a rendszer beálljon és megjelenjen az a termékmennyiség, ami utána a belső piacon is átformálja a gondolkozásmódot, és tényleg oda el tudunk majd jutni, hogy ne a nagy bevásárlóközpontokban vegyünk olyan termékeket, amiket az udvaron is meg tudunk termelni. Ha elmegyünk egy boltba, keressük a magyar terméket, és így tovább. Dombi Imrénét több alkalommal egyeztetett Karcag alpolgármesterével és miniszter úrral is, hogy milyen módon lehetne itt vidéken fellendíteni a háztáji gazdálkodást, ösztönözni a termelést, hogy a háztartásokban egyre többen foglalkozzanak zöldségtermeléssel. A célunk az volt, hogy a vidéki ember a régi hagyományokat ne hagyja el, hanem amit a nagyanyáink idejében, nagyapáink idejében mi megéltünk, hogy kimentünk az udvarra, leszettünk egy paradicsomot, egy csokor petrezselymet, azt a mostani gyerekek, unokák is meg tudják tapasztalni. Várom a halarányiak jelentkezését is, hiszen polgármester azt, hogy az elsőként csatlakozott a programunkhoz, és ezt nagyon nagy örömmel vettük, és várjuk a további települések jelentkezését is. Dombi Imréné polgármester televíziónknak elmondta, a Püspökladányi Tetszebbé Városod akció mintájára indult el a Legszebb Konyhakert kerestetik verseny, mely olyan szakaszba ért, hogy már hirdetik is mindkét településen és környékén. Én azt gondolom, hogy fognak jelentkezni erre a felhívásra a püspökladányi emberek, mert arra kellene, hogy koncentráljunk, hogy a kertekben, a kiskertekben mindenki befüvesítette, mindenki zöldövezetté tette a saját kiskertjét, hogy ezen változtatni kellene. Tehát maradhat a fű, de legyen egy olyan kis kert, ahol saját magának a paprikát, paradicsomot, uborkát meg tudják termelni, és ez bio lesz, mert mindenki magának állítja elő, és nem a szupermarketekben kell, hogy megvásárolják a nem is igazán lehet tudni, hogy honnan hozzák be azokat a zöldségeket, gyümölcsöket, tehát én azt gondolom, hogy e felé kell, hogy tendáljunk, és én egy nagyon pozitív kezdeményezésnek éltem ezt meg, és nem beszélve arról, hogy miniszter úr támogatását is élvezi ez a fajta elképzelés. Polgármester asszony azt mondja, az ő családjukban is van hagyománya az otthoni kiskert gondozásnak, fenntartásnak. A legízletesebb mindig az a zöldséggyümölcs, amit az ember magának termel meg, így közel áll hozzá ez a fajta szemléletmód, ezért mindenkit arra biztat, hogy jelentkezzen a meghirdetett versenyre. Amire büszkék vagyunk, azt meg kell mutatni. Legyen Ladányi a legszebb konyhakert.